Üdv mindenki, Excoderia vagyok, és innen a Minecraft videósokkal szerverről jelentkezek. Éppen ugye a múltkori részben megépítettem ezt a boltot, és egy kicsit a spawnba bekötöttem ilyen utakkal, lépcsőkkel, egyebekkel, virágokkal díszítettem az elejét, úgyhogy így néz ki most a teljes valójában. Gondoltam, megmutatom nektek. Szerintem egész jó lett, bár a többiekkel azóta nem beszéltem róla, de majd megmondják a srácok, hogy hogy alakult. Egyébként volt már vásárlás is, 64 kvarcblokkot sikerült kiárusítanom. Megnézem azért, hogy nincs-e még valami bevétel, de azóta nem volt. Ahogy nézem, nem vásároltak virágot a srácok. Ja, itt, ja, ez hogyan van ez? Hát ez meg már nincs is, ebből csak egy volt. Na, majd ilyet hozok. Ebből nem vett senki. Szintén nem, és szintén nem. Oké, itt meg semmi nincs. Jó, akkor majd még hozok cuccokat. Most egyelőre annyit akarok még itt a boltba csinálni, itt is legyen egy ágyam. Sikerült itt megnyírnom ilyen állatkákat, úgyhogy egy ilyen ágyat gyorsan összehozok ide magamnak, hogy itt is legyen. Mert miért ne? Ide rakunk egy ágyat. Jó lesz, ez szuper. Oké. Ez ilyen bentlakásos teljesen, ugye vannak itt ilyen raktárkészleteink is. Na, mindegy is, megyünk haza. A warp-al. Warp és hozzám. Így, itt is vagyunk, ezt már most kivágom, ezt a... Szedek ilyet, mert ez nincs a boltba, és legközelebb akkor viszek egy csomó ilyet is majd oda. Jó. Legyenek napraforgók is, ezt szeretik biztos a kollégák. Hát, hogyha ebben lesz a nagy biznisz. Nem valószínű, de ki tudja, viszek ilyen sárgát is akkor már, hogy gyűjtögetek. Úgyis itt ezt meg akarom szüntetni, mert mégis jól néz ki így távolról, de összességében jobban szeretem elhelyezni őket, mint hogy non-figuratívan csak vannak itt-ott. Ezzel is valamit kell csinálni, mert ott egy bánya, majd oda lemegyünk. Még szerünk egy kis napraforgót, ha már itt vagyok. Látom, még akad bőven. Ezt a kis mezőt leszedjük itt. Oké, téged is. Meg még ezt a hármat talán, és akkor így már jók vagyunk. Oké. Hazamegyünk, aztán van egy projekt, elkezdtem egy új projektet, akarok csinálni egy ilyen szörny csapdát, szörny farmot ide. És azt ide elkezdtem csinálni, erre a placról, látjátok, kivágtam a fákat. Voltam fönt már egy kicsit korábban. Kijelöltem a területet, gyakorlatilag annyi történt. Hát most egy ilyen kis kopácsolás lesz. Belerakom a virágos ládámba a virágokat. Ez való ide, meg ez való ide. Ja. Az érceket, azokat lehet, hogy ki kéne égetnem majd. Ez mi az quartz blokk? Ja, ezt a 64 quartz blokkot árultam ki eddig, ami teljesen tök jó. Diorit. Ja, ezeket meg most szedegettem, ezeket az anyagokat. Úgyhogy ezeket ide be is pakolásszuk. Ahogy né, ez valami építőanyag, ezt nem is tudom, nem is itt kéne tárolnom szerintem, vagy nem tudom. Ez milyen kő? Kőtégla lépcső, aha. Ez meg csiszolt diorit, ez más tészta. Ja. Itt van még sima diorit, jó. Hát még valószínűleg találok majd dioritot, de addig itt hagyom ezt is. És az úzott kő készletek azok pedig itt leledzene. Ó, ez ügyes volt, ügyes húzás volt. De bepakolunk, ez zúzott kő, az elég lesz, ez is zúzott kő. Jó. Ez jó volt, estembe még bele tudtam nyúlni a ládába. Ezzel sült, ez meg sült, ó. Jó, hát szerintem egyelőre itt lenhagyom a... Ide rakom a húst is, mennyi elég, ha nálam van. A nyers birkóst mindenképp itt hagyom. Oké. Jó, ilyen nem volt. Azt kiégetjük. Gránitom az van szerintem már. Valahol volt, így van, be is pattant a helyére. Titeket is itt hagyunk. Jó, ezt a 40-et elviszem, ezt itt hagyom. Ez sima diorit. Igen. Maradhat, jó. Ezt magamnál tartom, ezt is. Oké, ezt lerakjuk, ezt a vacsot, nem tudom, ennek mi értelme, hogy ennyit rakosgatok, de elvileg minden egyes belogoláskor kapok egyet.
Úgyhogy az mindig lárom lesz. Na, akkor rakjunk be ide 16-ot, meg berakunk hozzá egy szenetia, így. Ezek meg üresek, ugye bár. Így van, jó. Szerintem annyit kell még csinálnom, hogy szerszámot kéne gyártanom. Mert ide elég sokat kell koppogatnom. Egy ilyet már bekészítünk, ez maradhat, jó, lapátom az elég jó még, de ott már nagyon lapátolnom nem kell, az abban a mélységben vagyok, mindjárt mutatom, hogy állok. Viszont ezt megcsináljuk még a... Habár nem, egyelőre maradhatunk így. Ja, itt a lejáró, igen. Talán nem lesznek mobok. Hoppá! Nem, nincs senki itt, jó van. Na szóval itt tartok, megvan egy szegmense a placnak. Ez a része, gyakorlatilag. Ezt a tetejét majd lecserélem, de ezt a legvégén. Most átmegyünk ide, és ezt is kikapogattam, hogy itt egy kicsit tágasabb legyen ez a rész. Úgyhogy megyek végig itt is. Elvileg a gömbös sorozatomban kétszintesre csináltam ezt a szörny farmot. Ott egész jól hozott így egy embernek nézve a dolgot. Hát most nem tudom, majd meglátjuk, hogy az mi, az már nem az. Az se. Jó. Oké, elértem a maximumot itt is. Ez meg már kő. Aztán ugye van a falu sorozat, amit elkezdtem, az a másik, illetve ezzel együtt a harmadik projekt, gyakorlatilag Minecraftos projekt. Ott viszont csináltunk a haverokkal éppen tegnap, vagy tegnap előtt, nem is tudom most ez a videóhoz képest hol lesz, vagy még lehet, hogy korábban ehhez, amikor kikerül ahhoz képest, egy 6 szinteset. És az olyan kicsit nehézkesen indult be, de most már elkezdett termelni. De lehet, hogy most csak egy ilyen 3 szinteset, vagy lehet, hogy csak 2 szintes lesz, vagy is lehet, hogy 2 szintesre hagyom. Végül is szerintem a 2 szintes is jó lesz. A célnak megfelel. Ezt még majd eldöntöm. Meglátjuk, mennyit ott koppogatom ki ezt a területet, aztán, hogyha gyorsan végzek vele, akkor mindenképpen nyilvánítjuk azt, hogy kicsit továbbfejlesztjük a dolgot. Még egy sort kiveszünk, és akkor valahol a középtájra rakok egy fákját, itt is legyen fény, nehogy aztán megtámadjon valami. Ide nem illő mob. Azt hallgatom most éppen, hogy zenét elfejtettem bekapcsolni, de mindegy, nem érdekes. Eldumálgatok itt közben. Jó, ahogy nézem, itt majd kell csinálnom egy ilyen folyosót a dolgoknak. Milyen széles ez? Be kell ütnem 3-at, akkor így kiszedegetjük itt szépen egyesével. Nincs elszívó, a másik szerveren, ahol játszok, a falus szerveren, ott van elszívás, úgyhogy itt szerencsére nem tűnnek el az anyagok csak úgy. Elvileg. Ha már a franc tudja, onnan eltűntek. Jó, mindegy. Akkor azért nem pazarlunk. Hoppot, ezt nem is kellett volna kiszednem. Majd visszatesszük. Jó. Ezt kiszedjük. Ez viszonylag gyorsan kijött egy ilyen szegmens. Csak rá úgy megcsinálni ezt a szörnyfarmot, hogy XP farmra is lehet lehessen állítani. Egy redstone-nal, mert ez bevált, az működőképes dolog, úgyhogy az jó lesz úgy. Oké. Ezt az oldalsó panelt már most kicserélem, meg innen szedek ki ilyen dioritot, mert azt gyűjtöm. Ugye a B-tervnek az szerepel, hogy dioritból lesz a házam. Csiszoltból, hogyha nincs más opció. Hát mindent nem szedem ki, de egy keveset kiszedek belőle. Ahogy jó, ennyi elég lesz, ezt van ebből bőven sok helyen. Így, né. Itt meg lefalazzuk így. Oké. Jó. Mehetünk lejjebb, akkor itt is leütünk pár szintet. Lemegyünk addig, mind az van. És ha minden igaz, ha kétszintes lenne, akkor ez lenne a szint, ez. Jó, egyelőre akkor belőjük így kétszintesre, és akkor nem lesz olyan nagy gáz vele. Ide kéne valami fákja, de sürgősen, mert itt is veszélybe leszek. Miért vannak itt egyébként ilyen kövek? Ez gyanús nekem, én nem raktam ide ilyen követ. Vagy raktam? Lehet, hogy itt szenet bányáztam. Ja, remélem, hogy valami ilyesmi történt. Ellenkező esetben érdekes dolgok lennének.
Jó. Sőt, ezt lehet, hogy ide belerakjuk a folyó mederben, ezt is kiviszi majd a víz. Oké. Jó. Na, hát akkor itt is megcsináljuk ugyanezt. Sőt, ide középre is rakok már most egy fákját, hogy legyen fényünk. Még van egy darab csákányra való anyagom. Fémből, ugye fémből dolgozok, most direkt fémből csináltam a csákányt, hogy ne legyen olyan hosszú idő itt a munka. Megpróbáljuk minél gyorsabban megcsinálni ezt a részét a dolognak. Azt hiszem lehet, hogy csak kétszinteset csinálom, és ha nagyon gyengén hoz vagy valami probléma van, akkor majd még mélyítjük, mert ez végig is utólag is lehet, csak kicsit lejjebb kell vinni akkor az alját, az meg nem olyan vészes dolog. Jó, lassan rakok be valami fákját, mondjuk oda fölülre egyet, ide, meg ide is lehet így. Ja, ez így jó. Mehet be ez is. Ezt már most kicserélem, mert ezt el fogom felejteni szerintem. Volt itt valahol egy barlang, azt hiszem. Ha minden igaz, láttam egy barlangot. Azt majd ki kéne kerülnem. Na, azt mondjuk nem is kell volna kiszednem, de mindegy, most már lekövezzük ezt a részt. Ja, azt majd folytatjuk. Egyelőre megyünk akkor ezzel a szisztémával. Egészen a falig. Így, utána meg majd kell fát is vágnom, mert ugye meg kell csinálnom a csapóajtó megoldásokat is rá. Jó, itt rendben van. Ja, ott találtam a barlangot, azért van ott az a fura cucc, igen. Na, azt hol hallom? Honnan jöttél, barátom? Sötét van kint? Ja, sötét van, akkor alszunk egy jó képűt. Az idő múlását nem is figyeltem, az mondjuk magamnál tartanám azt a vacsot, akkor legalább rá tudnák nézni, és akkor tudnám, milyen idő van fönt. Na, lehet, hogy egyet leviszek magammal, hogyha van annyi szabad helyem, ahol van. Szuper. Elvileg ez mutatja a napszakot, ha minden igaz, nem? Ja. Hát, föld az annyira nem is kell talán, vagy nem, ez mondjuk ez nem annyira kell, hogy kéznél legyen. Oké. Nem ide akartam jönni, hanem egyen lejjebb. Azt hiszem, itt a creeperek viszont hogy is robbannak? Itt felrobbannak rendesen, ha jól tudom. Úgyhogy vigyáznom kell. Most keverem, mert a másik szerveren ott ugye csak robbannak, sérülést okoznak nekem, de nem okoznak problémát az épületekben. Itt viszont igen, ha jól emlékszem. Jó, az biztos, hogy onnan jönnek ezek a hangok, de most nem foglalatoskodunk. Kiütjük ennek a középső taktusát. Innen, ja. Kettő, három, négy. Ja, hát 5, 6, 7, talán 8, nem tudom. Lerakjuk a fákját középre, és akkor meglátjuk, mennyire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ez annyi. Ezt kicseréljük már most az úzott kőre, így van. És akkor mehetünk arra, nem tudom mennyit meg kell nézni. Arra fele kettőt mehetünk. Csomorgás van ott. Gondolkodtam, hogy ilyen barlangot is érdemes lenne bekötni esetleg, de hát nem jó, jobb inkább a zárt rendszerben van ez a szörnyek spawnolására alkalmas terület szerintem, mert akkor elmászkálnak a mobok, aztán nem lesz effektív a holmi. De majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy működik. Eddig azt hiszem, hogy van egy creeper arra izére földre. Oké, jó, és akkor arra fele pedig ötöt kéne kiütnöm elvileg. Sőt, ott, ha minden igaz, akkor egészen. Igen, odáig kell ütni. Ez nem is ördöngős dolog. Itt is elvileg, hát itt mondjuk 8-at nem tudok kiütni, az biztos. De ötösével tudok menni. Meg ez így adja magát majd. Hopp, ez eltört.
Megyünk föl, aztán gyártunk egyet. Hol van a legtetején? Egyet még tudok. A házikom az viszont még nem dőlt el, hogy miből lesz pontosan. Azért nem is álltam most neki, hanem inkább egy ilyennek, mert ez biztos, hogy hasznos lesz közben, ahogy itt dolgozok. Mert ugye az is fontos, hogy ez a cucc, ez úgy működik jól, hogyha itt tevékenykedek a környékén, akkor spannolnak bele a szörnyek. És hát itt lesz dolgom itt a házam mellett, előtt itt fogok építkezni, meg föléje farmot csinálok, szerintem olyat, ahol mindig mennem kell. És akkor biztosan lesz neki haszna, hogy itt járkálok fölötte. Legalábbis bízom benne. Aztán megjátjuk, meglátjuk, hogy termel majd. Kicseréljük azt is ott, ezt a földblokkot. Gyakorlatilag ez a fele készen van. És ugyanezt kell megcsinálni a másik felére. Egyenni. Na nézzük, itt is egy kicsit cserélünk. Négy blokkot. Na, mit mutat az óra? Napot, még napot mutat. Ez tökéletes, szerintem nagyjából középen is volt ez, de azért egy kicsit odébb rakjuk. Így jó, így a tuti. Oké, okay. Na hát akkor itt menjünk be. Csináljuk először meg ezt. Milyen magas ez? Azt mondja, itt van 1, 2, 3, 4, egészen odáig kell mennünk. Ha minden igaz, ja. És ezt 8 mélyen kell megtennünk egészen addig a föld síkig, ami ott van. Akkor ez lesz a kettes szint. Ez egész jól viszi ez a csákány. Ez ugye a hármas szint. Meg hát anyagom is lesz végül, lehet, hogy ez kell majd a házamhoz, úgyhogy jól jön ez mindenképp. Ez a négyes talán. Ja, felével meg is vagyunk, nem rossz. Ezt itt mindjárt rakok valamit a... Ahogy egy kis érc is lesz ott, ahogy látom. Mindjárt. Kitermeljük, ide rakok valami fákját, hogy legyen. Hova szoktam egyébként, ide lehet a falra is, ja, ide akár. És akkor most van 4. Mert ez a 4-es lesz a lefele menő cucc. Ja. Oké. Okay. Már most bemegyünk 4-et, és akkor így biztos, hogy nem fogom elhibázni a dolgot. Fölfele meg nem tudom mennyi. 3, 4 és 5. 5-öt kell kiütnem. Az utolsót ezt nem ezzel kéne, azt majd külön lelapátoljuk, mert nem akarom elpazarolni a csákimat. Az maradjon csak izé lapátnak való. Elvég ezt az epizódot vasárnapra terveztem, csak nem jött össze időben a rögzítése. Aztán így most elcsúszik egy kicsit, mert viszont hétfőre már megvan az anyag. Amikor ez az már, azt mondta, ez már mindenképp hétfő után kerül ki, ahogy látni fogjátok. Vélhetően szerdán fogom kitolni ezt az epizódot. Ja, az lesz a nagy terv. Jó, azt majd kiszedem később. Most akkor azt csináljuk, hogy ide is rakunk ki a lépcsőnek valót, ide hátra kap egy fákját, és ide rakok egy lépcsőt, hogy föl lehessen menni. Itt lesz dolgom most ezen a szinten, első körbe. Bemegyünk 4-et elsőre így. Ezt kopogatjuk ki, ezt a 4-es, 4x8-at. Ah, de ügyes voltam, láttátok így fordulatban, hogy leütöttem a fákját, és csak a fákját. Éreztem, hogy valami ilyesmi lesz. Ezek a kedvenceim. Aztán mehetek fémér. Hogy áll a napszak? Még talán reggel van. Ha jól olvasom az órát. Hát ez nem lesz elég erre. Még legalább 2 csákányom elmegy rá. Ezt már most kiszedem szerintem. Oké, okay, így jó. És akkor hát ezt mindenképp visszatesszük így. Az maradhat az a lyuk. Jó, ide rakok egy fákját, mert ide kelleni fog. Egyenni. És mehetünk tovább. Hát ezt végütögetjük, megnézzük, eltűnnek-e a köveim. Talán nem. Idegenesen kiüthetném a tetét is az épületnek, egyébként a földet, és akkor lenne fény.
Eltűnnek ezek a kövek, nem? El. Nem is értem. De össze kell szedni őket, itt is eltűnnek az itemek. Lehet, hogy ilyen szerver kímélő cucc ez. Mert ugye az elhullott itemek azok mindig terhelik a szervert, és hát lehet, hogy azért állította be így Máté, hogy eltűnjenek azok a blokkok, amik csak úgy hevernek magukban, ne legyenek örökre ott. Hát ez ennyi volt lassan ez a csáki. Na jó, szerintem ez nem tudok mit kezdeni ezzel a problémával, úgyhogy tiplizünk is haza, gyártunk csákányt. Hát így ránézésre még egy 2-3 kelleni fog. Nappal van, jól mutatja az, de közeleg az éjszaka. Az a fekete, az az éjszaka, szépen süt a nap, jó van, jó ez. Szerencsére fémem az még bőven van. Most is ég valamennyi, azt mondja, 1-2H, meg 1-2H, legyen 9. Az 3 csákira elég, elvileg. Most egyet legyártunk. Nem tudom, mit spórolok egyébként, még egyet legyártunk. Sőt, mindet legyártjuk, mert kelleni fog. Ha nem most, akkor utána. Mennyire van naplemente? Hadd nézzem. Jott a naplemente. Oh. Na mindegy, amikor eléri a közepét az éjszakai vonal, akkor fogok majd nekiállni aludni. Akkor még egy kicsit koppogatok. Talán ezt még meg tudom oldani, ezt a maradékot gyorsan. És akkor ez a szegmens meg lesz, és holnap szerintem talán be tudjuk fejezni már. Minecraft holnap. Bár most a holnap van, amikor veszem fel ezt az adást, tehát éjfélt elhaladtuk. Jó. Ott is spanoltak szörnyek, ahol lefalasztam ezt a barlangot, látszik, mert mert morognak, hallani lehet, hogy morog itt a fébanda. Jó. Csináljuk már meg azt, amit terveztem, itt kiütöm a tetejét. Bár akkor beesnek azék mindenféle állatok is, nem? Vagy nem? Na mindegy, megnézzük. Most mi van? Este van? Vagy mi? Miért van ilyen? Na, nem tudom. Nincs este még, nem tudom, mi történik. De, másodítelik. Nem látok semmit itt a nagy igyekezetembe. Hát mindegy, jó van. Most nem elemezzük, hogy hol van az a lyuk. Hanem megyünk, aztán ledőlünk aludni. Lehet már, úgyhogy ezzel is előbbre leszünk. És másnap van, már futunk is vissza a bányába. Megnézem, mit csináltam opa, azzal a lyukkal. Itt ütögettem lelkesen, de hát ezzel... Hát valahol itt kéne pedig kiütni. Menjünk csak ide jó szél, így ez a legszéle. Oké. Okay. Á, így lehet kinézni, szó, jó. Hát itt most boldogtalan be fog ide nekem esni majd. Gondolom. De van egy kis fényem, ez viszont jó. Ez jó, ez maradhat. Itt át nem fog tudni menni a büdös életbe, úgyhogy inkább így sétálunk. Tehát akkor az a része megvan, akkor most megyünk egyel följebb. És ezt úgy csináljuk meg, hogy így. Mi. Jó. Hát... Azt hiszem így jó lesz, nem? Nem így még nem, de így igen. Itt tudok már koppogatni. Lapátolással indítunk. Tuti be fog esni disznó, de mindegy, ha valamilyen disznó beesik, akkor ez megy a lecsóba. Vagy akármilyen állat. Azzal én nem óhajtok foglalatoskodni, az enyészeté lesz. Megesszük, vagy ilyesmi. Na, de rakunk azért egy fákját, mert itt elég sötét a fényviszony. Oké, okay, és akkor itt még egy kicsit lapátolunk, kettőt konkrétan. Mennyire kell itt bemenni? Kettőre pont, nem háromra. Jó, el is tűntek onnan a cuccok. Jó, hát ez egy ilyen bicikli, nincs mit tenni.
itt eltűnnek a dolgok. De olyan nagy veszteségeim nincsenek, úgyhogy nem aggódom. Kiásás után még akkor gyorsan rendbe rakom ezt a földblokk részt itt fölül. Ne legyenek földblokkok. Hoppá, hoppá, hoppá. Ja, itt a lyukam, amit korábban kiástam. Jó, ezt befedjük, oké. Okay. Kicsit ébjött a fákja, hogy... Szuper. Teljesen, teljesen tökéletesen elégedett vagyok ezzel. Most megcsináljuk ezen a felén is ezt a felsőt. Alul meg kész van, ugye? Ja, az megvan. Hát akkor már csak igazából ez a tömb van, amit ki kell ásnom. Tényleg elég lesz a baltim szerintem, vagy a csákányom. Na, itt lesz a fákja hely. És innen két irányba elmegyek a falig. Az azt jelenti, hogy max 4-et kell mind a két irányba mennem. Oké, okay, ez így rendben van. Meg erre felemelhetek csak 3-at. 1 és 3, talán így. Ez meg kivezet a szélére. Jó, egy kicsit koptatom fölöslegesen is ezt, ahogy nézem. Jó, itt már más anyag van, mehetünk akkor a kis csákányommal. Jó. Biztos közben már a mappen egyébként biztos csináltak a srácok ennél komolyabb szörny csapdát, meg szörny farmot, meg hát láttam, hogy van valami Enderman farm is, ha jól láttam. Az, ami komolyabb holmi lehet. Olyat még nem volt alkalmam építeni. Ezt sem régóta csinálgatom egyébként a gömb óta. Ott nézegettem utána, hogy egyáltalán hogyan lehet ezt megoldani, aztán ezt találtam, mint egyszerű alkotást, ami érthető is volt, hogy működik, mint alapszik. De úgy effektívnek is tűnik, tehát úgy működött már. Gondoltam, akkor ebből építek egyet. Ide is legyen ezen a térképen is. Meg nem lesz ronda, nincs szem előtt, föld alatt van. Teljesen jó lesz. Próbáltam egyébként kreatív olyat csinálni, hogy ebből a fajta szörny csapdából fölvinni a mobokat ilyen vizes liften. Tök jól is működik, csak ugye nem tud mit kezdeni a szegénye a pókokkal. Meg a creeperek is furán működnek rajta, mert ezek nem pont olyan magasak, mint a zombi, meg a varázsló, meg a csontvászharcos. Aztán azok olyan szerencsétlenül működnek a liftbe, ebbe a vizes liftbe, a vizes emelőbe. Aztán inkább hagytam, elvetettem a dolgot, majd lesétálok. Annál már jobb módszer akkor csillével fölhurcolni a dolgokat, az is egy egyen jobb dolog. Jó, ez viszont szerintem itt már nem nagyon kell, ezt leszedjük. Oké, és nézd, itt meg már megvoltak a blokkok, érdekes. Jó. Oké, hát itt kicsit kikopogatjuk, és innen át is tudok ugrani szerintem. Mindenféle gond nélkül. Kiszedünk egy sort. Jó, itt meg összeszedegetjük, ha van lehetőség. Oké, szerintem ez így jó. Innen át tudok oda ugrani. De ja, nem. Miért is nem? Lefejeltem valamit? Elvileg igen, de innen már jó vagyok. Így van. Már jó vagyok, hanem már jó vagyok. Na, elvileg ez meg lesz, akkor utána nekiugrok az aljának. 23 blokk környékén van az a terület, ahol még nem döglenek meg a mobok. Hogyha 23-at esnek. 24-25 körül ott meg már végük van, tehát oda kell csinálnom azt a részt, ahol gyűjtöm a lootokat. És lesz majd egy kinézegetésem is, mert fogalmam sincs meg, hogy kell töltsét csinálni. Ezt mindig elfelejtem. Nem tudom, hogy kell bele láda. Mint ha kéne bele láda. És valóban föl is írtam, elképzelhető, hogy megvan a festim is, majd csinálok egy ilyen kutatást itt közbe. És szerintem megvan. Már jó csak. Tégla, TNT, bűvölő, főző, állvány. Mert a gömbhöz kellett, és akkor én ezeket följegyzeteltem valahova, és két papírt is csináltam, ha minden igaz. És az egyiket már elkevertem, ahogy kell. Ja,
Hát ha ezen nincs rajta, akkor meg kell néznem kint. Van ezen minden, szikra pattintótól elkezdve. Ja, nincs rajta, jó. Oké, hát akkor nincs meg. Akkor majd megnézzük. Sajnos ezeket nem bírom megjegyezni fejből. És live most nincs, ezért nem tudtok ti se segíteni, mert biztos 8-an mondanátok már, és most is mondjátok a videó közben, hogy hát, hogy nem tudom megjegyezni ezeket a dolgokat, hát így. Mentségemre szolgálja, hogy Minecrafton kívül rengeteg játékkal ügyködök, és sokszor se tudom, hogy melyik az a gomba, melyik ebbe a játékba, vagy abba a játékba használatos, és keverem őket összefele. Úgyhogy sajnos ez benne van a pakliba. Nem is mindig könnyű átállni egyikről a másikra. Mondjuk most elég sok Minecraft tartalom van a csatornán, meg főleg, hogyha elindul a falu, akkor aztán még több lesz. Faluban is jól haladunk, mert csak egy utat kell megcsinálnom, egy körgyűrűt, és akkor ott is lesznek még telkek kijelölve, és akkor utána már szerintem meg tudjuk nyitni azt nagy érdemű előtt, és akkor mindenki tud játszani velünk. Azt mondja, 4, meg itt is 4, jó, itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jó. Szuper, még kell vágnom egy raklapfát egyébként. Ez mi ez itt, ez a... Ja, mert még egy szint van, persze. Itt is minden rendben van, oké, jó. Oké, hát itt most itt a nagyjából minden oké. Akkor annyit teszünk még, hogy fönt rendbe rakjuk, amit rendbe kell. Kicserélem a földblokkokat. Egyet, természetesen, többet nem. Oké, ez így jó. Első körbe csak kiszedjük, aztán majd kicseréljük. Jó, ez így, szerintem ez így adja. Az is jó, azokat kiszedegetjük. Hát nem is muszáj, hogy mindet elérjem, vagy hát így összeszedjem, mert annyira nem fontos számomra az a földmennyiség. Szóval van bőven. Szerencsére földem. Másom sincs. Ja, hát itt egy kicsit komolyabb a hozama a kitermelésnek. Hopp, ez jól esett. Hogy is tudok itt átugrani kényelmesen? Végis így föl kéne, hogy tudjak ugrani, így van. Jó, szerintem ezt is már kiütjük itt oldalt. Kezdjük akkor ezzel, ez gyorsan megy. Az a sarokba nem kell. Jó, hát jó, csináljunk ide egy hidat. Így át tudok menni, és az jó nekem. Hiszen ezt végig ki kell itt szedegetni. Na jó, ha szem kellett volna, itt egy lyuk. Végül is nem baj, látok egy kicsit. Többet, mint amúgy. Hopp. Ó, de viszont nem ütöttem meg magam, ez jó. Jó hír. Nekem. Azt hiszem ez így rendben van. Oké. Hát akkor ezzel a struktúrával megyünk itt. Jó, itt is van egy kis fénybeömlés, az sosárt. Ezzel a dologgal megyünk. Jó. Játsszuk azt így, és rakok egy hidat, mondjuk nem ilyet. Hanem ilyet. Meg ide is. Meg ide is. És akkor így körbe lehet járni az egész placot. Csinálom kell egy csákit. Vagy nem csákit, hanem egy ilyen. Ó, nincsen. Na mindegy. Hozhattam volna legalább egy nyambat vasat erre a célra. Most már mindegy. Ezt már most megcsináljuk ezt a részt, potyogjon le aztán. Vagy lemegyek érte, vagy nem. De inkább lehet, hogy nem. Jó, sok lehullott. Hát lehet, hogy lesétálok át, hogyha még össze tudom kapkodni. Arra fel nincs, ott van egy kicsi a sarokban. Ez ilyen random, hogy mi tűnik el, meg mi nem. Egyébként teljesen randomnak tűnik. Na. Este van, azt hiszem, mennem kell hazafele. Jó, menjünk haza, aludjunk egyet még gyorsan. Holnap majd foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Aludjunk. És akkor holnap, vagy hát ma megcsináljuk ezt a maradék lapátolást még. Aztán, ha az megvan.
Akkor... Hát még kell kivágnom egy csomó fát, azt nem tudom, azt mennyire tudom, mert lehet, hogy van otthon annyi fám, amennyi kell, mert kell 2x64 csapóajtó. Az ugye egy csapóajtó az 6 ilyen fácska. Úgyhogy azzal még elleszek egyébként. Köztünk legyen szólva. Illetve nem, abból lehet, hogy kettőt ad. Úristen, ebből nem lesz elég az egy lapát. Kell még. Jó, az jó, ott meg majdnem sokat ütöttem ki. Van lent egyébként ilyen van. Összeszedjük ezeket így gyorsan. Oké. Okay. Nem tudom fölvenni, lehetséges ám. Ezt a négy földet eldobjuk, ezeken nem kell annyira. Jó. Hát mindegy, most hogyha föl tudom venni, föl tudom, ha nem, nem, nem fogok ebbe kardomba dőlni emiatt. Ha eltörik ez a lapátkám, akkor gyorsan csinálok még egyet, és akkor... akkor úgy jó leszek. Mikor törik el már? Vajon? Csak a morgás van itt mögöttem abban a barlangban. Elég jó küldik ott a szörnyikék. Legyen akkor egy ilyenem. Ugyanné. Nem tudom, nem tudom, mit tudnák eldobni esetleg. A három sódert eldobjuk, és akkor ezt meg fölvesszük így. És akkor még egy kicsit tudok gyűjteni földet. Sóder annyira nem fontos most nekem. Jó. Úgyis már csak kevés van. Kevés földet kell összeszednem. Na jó, talán itt meg is vagyok ezen a részen, így van. Még ott egy kicsi dolgom akad, nem is kicsi egyébként. Egész komoly mennyiségű dolgom akadt itt még. Jó. Ezt a földet viszont már sehova nem viszem, hogyha nem tudom elcipelni. Még van stackbe, még van 30 föld helye. De elkezdem akkor lerakni a köveket, és akkor azzal is előbbre leszek akkor. Jó lenne, hogyha kibírná ez a lapát, ha nem akarok több lapátot csinálni. Jó. Oké, elvileg mindent kiszedtem. Jó. Most akkor rakjuk vissza akkor kőblokkból az egészet. Kivétel azért nem lesz még visszarakva a másik oldalon az a kis ajtó, amit félre raktam. Nem tudom, azt mit csináljuk azzal egyébként. Ez meg innen indul. Hopp, ezt befettem, de ezt még nem akartam annyira. Ezt hagyjuk meg, itt egy kicsi lyuk legyen, majd ezt az utolsó pillanatban fogjuk befedni. Ez meg nem igen kell ide szerintem. Így van, ezt csináljuk meg így. Nem is értem egyébként, ez nem nagyobb, mint kéne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ez annyi pedig. Jó. Hát akkor itt elmértem valamit. Fogadjuk el ezt a dolgot. Jó lesz ez egyébként. Haladok is vele szépen. Ez hogy sikerült? Ja, felvettem ezt most. Értem, értelek. Barátom. Az annyira nem kellett az idom. Ezt le is szedjük innen. Jó. Oda kell majd egyet pattintanom. Ezt itt rendbe is rakjuk. Jó. 1-2, 1-2, 1-2, itt akkor ezért azt megcsináljuk a folyó fölötti részt. Olyan bejött a disznó, hát nem igaz. Az is keresi a bajt. Na itt ezt végigviszem. Így, né? Azért csináltam egyébként meg így, hogy kettő földblokk van fölöttem, mert hogyha itt földművelek, akkor a vizet rakok le, akkor is nem ennek a tetejére rakom a vizet. Mindenki praktikus. Ezt kinyitjuk, ja, itt is legyen egy kis fény addig. Jó, ezt így körbe rakjuk így, és akkor azt majd utólag befalazom.
Oké, gyere csak te is, jó. Na, így jó is, hogyha hátrafele futok és fölfele nézek, akkor befalazza magától nekem itt a dolgokat. Elém úgyse tud rakni, mert... Na, de oda tudott egyet az aljas, meg ide is oda néz, hogy pakolta. Ja, mindegy, lekopogatjuk. Csákim szerencsére még tart. Jó, ez a szekció is rendben van. Akkor rakjunk rendet itt is, egy kicsit. Ide rakok egy fákját, mert hiányos a cucc. Így. Ja. Jó, szerencsére kövem is bőven van, úgyhogy ezt így gyorsan megcsináljuk. Ott is maradhat a... Azt mondja, hogy itt így oldjuk meg egyelőre. Jó. Jó, ez is rendben van, az is rendben van. Nem tudom, meg van a jelentőség egyébként, hogy milyen kövekből van a spawn területet, hogy most a zúzott kő, a sima ez a kő, vagy a diorit, vagy a gránit, vagy bármi más esetleg akadályozza ezeket a mobokat itt a spawnolásban, vagy javítja ezt az esélyt. Erről nem sok ismeretem van, de vagyis megírjátok a komment szekcióba, hogyha van ilyen. Ilyen információ a birtokotokba. Jó. Na, itt is van aztán kaotikus helyzet. Jó, ezt a lyukat megpróbálom egyelőre ott meghagyni, aztán ezt is az utolsó pillanatban befalazzuk. Jó, ezeket a lyukakat meggyógyítjuk. Mindenképp. Jó, talán már nincs arrafele. Itt van még egy. Hát itt kell, hogy legyen, mert itt van ugye az én kis szervisz kiáratom, ezt meg is hagyjuk. Nem tudom, mekkora hely kell itt nekem, hogy kijussak. Talán ennyi elég, nem? Itt ki tudok ugrálni. Aha, oké. Okay. Ezeket betömjük. Ezt is. Ezt is, azt is, azt is. Jó, ez meg már egy nagy lyuk. Meg ott hátul akad egy darab lyuk, ha minden igaz, ami még javítható, ez az így. És akkor többi az rendben van. Tehát elvileg most körből halasztam, közöttem van egy nyílás, amivel most még nem foglalkozunk. Azt még hagyjuk, hogy állunk az időszakkal. Jó, még van egy kis idő, még lehet barkácsolni. Akkor lemegyek alulra. Holnap majd vágunk fát, de lehet, hogy ezt a fás részt azt majd a következő epizódban tudom csak megcsinálni. De meglátjuk. Most jó, hogy lesz dioritom. Le kéne pakolnom egyébként. Az nem hülyeség. Meg fölveszem azért is ezt a kis dobozkámat. Ha elfér. Hogy ne férne el? Lepakolok fönt szerintem, mert itt sok a göncöm. És megvizsgálom a fa készleteimet, mert hogyha nem muszáj, nem vágok fát. De mondjuk egy kicsit ilyen naplementében vagyunk. Tudjátok mit, vágjunk fát, kicsit, nem sokat, ilyen nyírt. Szigetem úgyse kell fa. Most nagy fát nem állok neki kivágni egyébként, megjegyzem azokat az óriás tölgyeket, azokat nem piszkáljuk. Itt a nyilás, oké. Okay. Ezt nem visszük, mert most nem tudok. Ezt még kivágjuk. Ilyen kisebb fákat még kiszedegetek itt. Van egy falum. A faluba... Nem emlékszem, hogy van-e könyvtáros a faluba. Az a baj, hogy földművessel nagyon volt a faluba. Nem tudom, hogy ők életképesek-e földműves nélkül a faluban, a falu népe. Ez kivághatónak tűnik még. Visszafelé meg összegyűjtöm a maradék facsemetét, bár nem tudom, van-e annyi szlotom. Jó. És van egy, az nem túl nyerő, ez esetleg leszedhető még. Bemegyek a törzsér. Jó, talán így. Ja, ez is megvan. Ha, itt is van egy kis tölgyet is viszünk. Akkor otthon még bent este barkácsolunk, bár olyan sokat nem, inkább alszunk, nehogy azt a tele menjen szörnyel a kis házikom. Jó, ezért azt lehet nyugodtan fát vágnom, mert arra van helyem, az nem fog elveszni, hogyha 64 stack
egy stack ilyen törzset összednék, az óriási lenne egyébként, de nem hiszem, hogy közelébe is vagyok. Hogyan vannak ezek? 19 van még csak, és rámesteredet megyek haza, mert ebből balhé lesz, alma. Föl sem tudom venni, sajnos. Jó, azt a mindenit. Láttátok ezt a hatalmas gödöt, mert belsétáltam. Figyelni kell, hova lép az ember. Na, fussunk egy kicsit tempóból. Még haza is érünk akkor a végén. Ugrással elvegy a gyors futásom. Na, egy-kettő így. Itthon is vagyunk, betalálunk az ajtón, és gyorsan lefekszünk aludni. Másnap lepakolunk, és vissza a... Nem, először csinálunk ilyen izéket. Nem, lepakolunk. Lepakolom a sok-sok kövemet, mert abból biztos, hogy rengeteg van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, 7, 7, ebből egy keveset, jó, 45, azt visszük, itt is van egy zúzott kő. Jó. Azt mondja, hogy ide tudok rakni földblokkokat még. Hát egy párat ide rakok, kénytelen vagyok, mert ezeket se szívesen cipelem, minek. Ugye bár. Jó. Ezt lerakhatom a dioritot. Van, ja, van itt ilyenem. Ezt elviszem, ezt meg ide rakom helyette, így van. Jó. Hát most már itt is van egy csomó földem még. Ezt ide rakjuk, így. Jó. Oké. Okay. Menjünk le barkácsolni. Ha van itt három, ez nem árt, ha van. Jó, hát ezeket itt most én mind be fogom építeni, hogyha úgy alakul. Rakok ide egy vintát, hogy itt ide gyűjtöm ezeket. Így a legjobb. Jó, hát ebből szerintem meg lesznek. Elég sok van. Ezt a sok tölgyet, vagy ezért mind megcsináljuk, és akkor ebből lesznek a csapóajtók. 23, hát rengeteg kell, szóval 2x64-re lenne szükségem. Na, egyszer van 64, ez jó hír. Jó, ebből megint lett 2, oké, akkor csinálunk ilyet is. Hát ezekből nem sok jött ki sajnos. Szerencsére lehet ezt variálni így. Ó, hát ez lehet, ez nagyszerű hír. Ez is mehet így, né? Ebből megint kijön pont egy kettes, 49, majdnem meg vagyunk. Ha ezt is elhasználjuk, akkor lehet, hogy jók is leszünk. Ó, jók vagyunk. Elhasználtam az összeset szinte. Valamennyit azért veszünk magunkhoz. Jó, tudjátok, mit ezeket magunkhoz veszünk így. Nem, nem. Ott van az a 32, ez nekem bőven elég. Ezt meg itthon hagyjuk. Szuper! Ja, tölcsér. Megnézzük a tölcsért. Nem, még úgyis sok dolgom van a tölcsérig. Lehet, hogy addig el se jutunk. Aludni aludtam, ja, reggel van. Szuper. Menjünk csak le. A mélybe. Nem, lerakosgatjuk ezeket a nyavajákat. Ezeket meg felszedjük, mert már nem kellenek. Most már mindent át tudok majd hidalni ezével. A kis hidaimmal, amiket most lerakok, teljes mértékben megoldja ezt a problémámat. A lépcső az kelleni fog, tehát ez itt maradhat. Viszont ezt teljesen lebontjuk, mert innen át fog tudni menni a túloldalra is, úgyhogy ez nem kell majd. Így, jó. Egy lépcső elég mindenre. Na, akkor kezdjük el. 64. 64. Elvileg pont annyi, amennyi kell. Hát ide tolatunk, és ide rárakjuk. Egy. Né. Oké. Na, te pont nem kell lesz oda, hanem így jó lesz. Jó, ezt megoldjuk, fölvesszük. Oké. Okay. Maradhatsz nyitva. Vagy, ja, vagy csak arra fel van a lépcső. Ja, így jó, így jó. Mindenképpen. Ez így elég is. Följövök, és akkor innen vissza ugyanazt megcsináljuk. Jó. Ez állítólag azért kell, mert
azt hiszik a mobok, hogy ez egy ilyen, ezen erre rá lehet lépni, és ezért így beleesnek a gödörbe. Ebben van logika egyébként, ezt nem én találtam ki. Én is úgy hallottam, úgyhogy de van be logika, úgyhogy biztos így működik a mechanikája a dolognak. Nézzük akkor ezt is meg. Elvileg pont 64 kell ehhez a dologhoz, amit itt csinálok, és így jók is leszünk. El is fogyott a 64 egyébként. Na itt hagyok egy ilyen átjárót, mindol lesz, mert a végén eltüntetjük. A lefele menet az ott lesz azon az alvégen. Megyek is le, és akkor a következő 64-et is lepattintjuk. Mondjuk innen kezdve. Ja, ezt kiszedjük. Úgy. Oké, nekem ez így adja egyébként. Sőt, itt azt a, innen fogom ezt megoldani. Úgy gondolom, hogy itt tök jól meg lehet ezt oldani. Ebből az alagút rendszerből. Még nem tudom, van-e vödöröm, de szerintem van. Vödör az nem egy ördöngős dolog, úgyhogy az biztos már van nekem. Úgyhogy azzal mindjárt fogok foglalkozni. És akkor, hát a vizet is be lehet hozni végül is ebbe a folyóba itt alul. Nyitva hagylak. Egyből le is csukjuk, és akkor így nincs vele gondom. Jó. Hát remélem jól fog működni, bízok benne. Bízok benne legalábbis. Ez nem is kell ide. Jó, maradhatsz. Ide rakunk egy fákját valahol ide, addig. Téged is kiváltunk. Mondjuk oda egyet még nem árt, hogyha nyomunk, ja, ott volt a másik oldalon, ott is, ha minden igaz, ja. Oké. Okay. Elvileg 16 darab van, úgyhogy itt pont megleszünk. Oda nem is annyira kellett volna raknom. Na, pattanj le róla, így van. Na, mivel akadtam meg? Jobb a szélébe, oké. Okay. Jó, elfogyott, ennyi volt, és ez így korrekt is, mert ennyinek kell lennie. Megvannak akkor a kis libikókák. Ja, mindenhol, szuper, nagyon jó. Nagyon jó. Na, akkor csináljuk meg az esésüket. Van annyi, jó, van földblokkom, hogy föl tudok jönni. Azt mondja, 2. 3. 4. Ez a 4, ugye? 4, és akkor 5-nél megjelölni fogok. Úgy szoktam csinálni, hogy diorittal körbe rakom. Vagy jó, hát, ja, mondjuk a diorittal körbe rakás az azért jó, mert az biztos, hogy látszik. Nem tudom, hogy, hogy kijön-e. Lesz annyi dioritom, de mindegy, valamivel majd akkor helyettesítem, ha nem akarnak kijönni. Jó, akkor megvan egyszer, 1, 2, 3, 4, 5, megint 5 ötlem. 2, 3, ez a 4, vízcsorgadást hallok, de lehet, hogy ez hülyeség. Azt mondja, nem hallok vizet, tényleg itt barlang lesz. Megszívtam. Lehet. Ó, ott van valami. Ásványkincs, ezt kiszedjük. Az nagyon kell nekünk, mert elég sok fémet használtunk el ilyen szerszámokra. Á, kis sárt egyébként. Szén. Szén az áldásul tapasztalatot ad. XP-t. Érdekes módon. Az azért is praktikus cucc. Itt lyuk van, ja. Nem, belsek valami barlangban, ennek nem örülnék. Na, rakjunk le egy fákját, nagyon valami baj érjen. Tényleg van itt valami víz a környéken, csurdogál, hallom.
Nem tudom, ti halljátok-e. Eddig még nincs vész. Nincs ilyen. Na, 64 kő. Ez milyen anyag volt? Andezit. Hát jó, andezitet megtartjuk. Ilyen nem túl mindent falazunk vissza. Jó, mindegy, most nem sikerült olyan szépre. Oda rakunk egyet, ide is. Ide is. Oda is. Oda is. Oda is. Na, ahogy megmaradt egy kis szénblokk. Jó, és akkor ezt még kiszedjük. Hát hagyjuk itt az utolsó vasunkat. Jó, téged kiszedünk. Ezt meg visszafalazzuk így. Innen jöttem, ugye? Jó, tudjátok, mint ezt befalazzuk teljesen. Oké. Okay. Ja, ezt viszont nem kell. Számoljunk akkor 1, 2, 3, 4 és 5, és akkor itt lesz a diorit kör. Itt vagyunk 10-en elvileg. Hát a víz az nem fog itt leborulni egyébként. Úgyhogy, hogy is van ez a fákja a másik kézbe? F-fel talán? Így most kell? Ja, így lehet világítani. Ez jó. Ez egy praktikus dolog, ezt nemrég tanultam. Azt mondja, 1, 2. Óvatosan megyek le, nehogy belessek valami gödörbe. Jó lenne, kitartana. Ó, te jó ég. Most sem föl fog kelni mennem. 1, 2, 3, 4, és akkor itt az ötös. Ezt még itt gyorsan befalazzuk, ezt kiszedem, mert ez gyanúsan hasonlít a izére. Az olyan, mint a diorit lenne, és nem is olyan, hanem az is konkrétan. Ide berakom még a diorit kört. Na tessék, ott a barlangom. Behetek be barlangászkodni. Jó. Jó, és akkor itt megépítjük a kijáratunkat. Nem. Hogy sikerült egyébként, hogy nem tudom, ezt most miért csinálja. Nem tudom, miért csinálta azt, hogy izét pakolgatott nekem. Jó, gyorsan hazamegyünk. Hol a kijárat? Ott. Ojoj, jó sötét van. Nem önbészes azért még a helyzet. Na, aludjunk így a blokkal együtt. Hát szívás, egy barlangba kerültem, ami nem túl jó hír. Illetve valamikor jó hír, de most nem annyira talán. Jó, téged is kiégetünk. Nagyszerű, ezt viszem. Ezt viszem, viszem, viszem. Viszek egy kis olyat. Egyet, kettőt. Most nincs olyan nagy kitermelés, úgyhogy jó, ha van nálam. Meg némi dioritot is viszünk. Csiszolt, ez a simája. Így most már tutkó kitartunk. Csapóajtó, nem tudom, kell-e. Talán nem. Talán nem kell. Fákja az viszont nem ártana. Hogy állunk fákjából? 29 darab van. Jó, mindegy. És lehet, hogy le kell menni úgyis a barlangba ott egy kicsit ügyködni. Jó. Itt tudok ugrándozni? Tudok. Jó, hát akkor most lemegyünk ezzel a módszerrel itt szépen. Aztán benézünk abba a barlangba. De szerintem most csak lefalazom a rettegbe, mert itt vagyunk 1, az 5, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Ja, hát eddig jó, csak itt folyik a víz, ugye? És itt a nap, befigyeld. Mi ez itt? De jó ég. Na mindegy, nem értem. Biztos egyébként. Ez valami olyan hely, ahol besüt a nap, de nem is értem, hogy miért tud ide besütni a nap. Mindegy, kiszedjük a dioritot, ne zavarjon meg. Jó. Hát kinézek ide. Már csak a izék miatt is. Ojoj, ojoj. Az nem tud ide jönni szerencsére, de én se oda, úgyhogy ez azért érdekes dolog. Hoznom kéne nyilat, mi?
Nem, én is befalasztam, így végül is nincs nagy gáz. Innen meg nem igen jön. Ezt a vizet, ezt befalazzuk így. És arrafele van barlang mondjuk, nem mindegy, mindegy. Igazából én nem akarok küzdeni ezekkel, hanem muszáj. Szedem a vasat, aztán tipli. Vagy hát nekem ez így jó. Ha nincs ilyen ütközési pontunk, gyakorlatilag ide rakok egy fákját. Hogy is vagyok benne itt ezt ebbe a kezembe, ezt meg egy. Jó. Itt miért van ilyen kő? Az viszont felettébb gyanús nekem, hogy miért vannak ilyen kövek itt lent. De én nem raktam. Hm. Na jó, mindegy. Ott tudok ütögetni, hogy ebbe bujok, hadd nézzem. Kis lábiát. Ebújtni. Jó. Így most már jó vagyok. Creeper eltűnt onnan. Csakunk egy követ, és akkor ez is lezárt területnek tűnik. Szedjük a szenet, elvisszük azért. Nagy részét legalább. Jó. Szerintem ez így teljesen korrekt, onnan nem jön semmi, innen sem jön. Oké, így mehetünk tovább a kis járatunkkal lefele. Azt mondja 5, 10, 15, 1, 2, 3, 4. Az itt van. És akkor itt az ötös szint. Nagyszerű. Az azt jelenti, hogy ezt ki kell itt körbe szednem, és akkor itt lesz a... Azt hittem elfogyott a csákányom, az még jó kör lett volna. Jó, ide rakunk egy diorit kört. Így megvan ugye az öt. Na, hogy ezt mindjárt meg is oldjuk, mert ezt itt lefalazom a retekbe, nem fogok itt szarakodni. Ne zavarjon be. Jó, ott nem érdekes, hogyha nincs fény. 1, 2, 3, 4 és 5, oké. Okay. 5, 10, 15, 20, jó. Akkor elvileg itt, ha 3-at lemegyek, akkor ott lesz a nem halunk meg zóna. Elvileg. Igen, 23-nál nem halnak meg. Az itt van. 1, 2 és H. Jó. Tehát 20, 21, 22, 23. Tehát erre esnek rá, az jó. Ide kell berakni. Ó, de nézd már, itt is van valami cucc. Na jó, mindegy, ezt itt kipótoljuk. Majd arra a felén dolgozok, amelyiken nincsen vész. Vagy hát nincsenek ilyen izé dolgok. Nincsenek lyukak. 23, lehet, hogy ez a fele lesz az ideális. Pont egy barlangban van, ilyen a szerencsém egyébként. Jó, errefele kimegyünk. Vagy erre csinálunk egy üreget, megnézzük, hogy itt biztonság van éje. Valamire csak jó vagyok. Abba bízok. Jó. Hát itt egy hatalmas barlang van, úgy néz ki. Azt majd feltárjuk lehet. Jó, tehát akkor ezen a vonalon lesz az a zóna, ahol ahol majd ezért kell elhelyeznem a lezárót. Mi történt? Én csontváz harcos hangokat hallottam. Na mindegy. Akkor a 25, még kettőt lemegyünk, és akkor ott pedig megdöglenek a kis barátaim. Az itt van. Ja. Hát ha bemegyünk, azt csak kiszedjük. Tehát itt van ez lesz a döglős zóna. Ezt kicseréljük. Hát nem is tudom mire. Az legyen földblokkból, és akkor az jól látszik. 23, 24 és 25. Ja, egy. Jó, most egyelőre ezt itt megcsináljuk lépcsőnek magamnak. Aztán visszadolgozzuk majd. Ez jöhet ki.
Mindenképp. Oké. Okay. Na tehát egy idő vannak a töltsérek, hogy a 23, ez a 24, ez a 25. Akkor itt kellenek lenni, vagy itt vagy itt a töltséreknek, és alatta kell kialakítanunk azt a helyet, ahol ügyködni fogok. Hát most egyelőre azt így oldjuk meg, hogy itt az egészet kiszedem. És majd csak ide ilyen szinten dolgozós, ilyen kis helységeket, amik szükségesek ahhoz, hogy itt ügyködni tudjak. Az úgy teljesen jó lesz. Jó. Jó, jó, jó. Hát alakítsunk még azért itt ki egy kicsi placot. Megnézzük, erre fele engede terjeszkedni. Nincs itt barlang. Jó, addig enged, jó. Hát itt tudom én, erre fel nem árt, hogyha egy kicsit még el tudok menni, meg hátrafele legalább kettőt, és akkor már normálisabb területen van. Valami lejárót is meg kéne eszelni ide. Rakjunk már ide ilyen fákjákat, hogyan kell kicserélnem ezt effel. Egyet oda, egyet hát ide a földre is rakunk, meg ide. Jó. Oké, egyelőre így jó lesz. Errefelé is elmegyünk egy kicsit. Remélem megúszom itt is a barlangot, itt már közelebb lesz, szerintünk már szinkesebb a helyzet. De annak örültem, hogy most nem furtam bele a barlangba egyből. Hátrafelé is remélem tudok még menni kettőt. És akkor ideális lesz, jó lesz. Itt zörögnek mellettem, valahol itt vannak a környéken. Jó. Jó lesz ez, jó lesz ez. Itt ki lehet alakítani a placot. Oké. Okay. Jó, talán még egyet, és akkor ha azt engedi, akkor már elégedett leszek. Vagy még egyet, és akkor 5 egységnyi lesz kifele. Ja, nézzünk meg kettőt, kockáztassunk. És akkor ebbe el tudom már helyezni a kis szolgálati helységeket, amikre szükség van itt a barkácsoláshoz. Gyakorlatilag két szint, az egyik a az XP farm szint, ahol ütögetni fogom őket, a másik ahol meg... Ó, nem igaz, elkopott az én szerszámom. Most viszont... sötétedik. Mennyire? Hát eléggé, megyünk föl. Jó, fölmegyünk egy ilyennel. Na, ezt most tüntetjük meg ezt a dolgot valahogy. Nem tudom, mi a titka. Lassan kell csinálnom. Nem tudom. Most úgy néz ki, jó. Ugye ledob egy gyertyát, vagy egy fákját, de nem. Nem tudom, hogy mi alapján működik most. Most éppen működött a dolog. Jó. Hol a kijárat? Arrafele. Na még egyszer lemegyünk, akkor viszont csinálok egy vas csákányt, és akkor azzal lemegyünk még, kialakítjuk azt a helyet. Elvileg van itt vas, így van. No, az is van annyi, hogy nem érdekes a pazarlás se annyira. Illetve, hát így berakhatom ebbe, és akkor nincs annyira pazarlás sem. 24, akkor még egyet berakunk, és akkor lehet, hogy csomó kijön belőle. Jó. Oké. Okay. Szuper. Csak egy lapátot is. Jó. Azt a lapátot már elhasználjuk mindenképp. Valamit meg akartam, de elfelejtettem, hogy mit, úgyhogy most már nem is nézem meg. Megyek le. Mint a gép.
kis üregembe. Előszedjük az öreglapátot, ezt elkoptatjuk a maradékot. A tölcsért azt nem sikerült kitalálnom, hogy miből legyen. De még nem is tudom megcsinálni, még meg kell oldanom a följárást. Ide. Meg kell oldanom a följárást, bizony. Oda rakunk egy ilyet. Na most lerakta valamiért. Ja, biztos azért, mert nem volt a másik kezembe semmi. Akkor lehet, hogy az a titka. Akkor így fogok eljárni eztán. A másik kezemben nem fogok semmit, és akkor lerakja a fákját. Jó lesz ez. Ezt kikoppogatjuk még. Nem tudom, hogy kéne ide liftet csinálnom. Ez sem ne hülyeség egyébként. Nem kell lépcsőzni. Csak egy csomó tábla kell hozzánk, pár vödörvíz. Az kész. És akkor megmarad a nagy helyem, nem kell itt a lépcsővel bíbelődni. És elég mélyen vagyok. Ja. A liftet csak az a baj, hogy nehéz bekötni valahova is. Bizony, azzal csak az a baj. Jó, egyelőre ilyen puritán megoldást fog csinálni, valami egyszerű lépcsőházat. Egyszerű lépcsőházat, de hogyan? Itt van a közepe. Itt van a közepe, és hogyha a közepét nézzük, akkor el kell mennem 8-ra tőle, hogy egyetlen lépcsőházat tudja kifaragni. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és az a 8. De ez még úgy 8, hogy innen van a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8, az a széle még csak. Tehát egyel még kiebb kell menni, mindenképp. Ez a fala, és itt kezdhetem meg a lépcsőházazást ezen a részen egyáltalán. Jó, hát csináltunk lépcsőházat végül is. Bár egy darab lépcsőt nem hoztam le, ami nem túl jó hír. Ó, mennyi izé van itt. Fém, de fém az kell. Főleg, hogy most pazarlom elég jól. Oké. Szedjük össze azt is jó. Jó, hát ez eleve, ez is már egy szinten lejjebbről indul. Egyenő. Jó. Hát csináltok némi nemű. Nem ilyet akartam, most nem tudom, hogyan csinálja ezt, hogy bal oldalra kell klikkelni, vagy jobbra. Ha ide rakok, akkor üti. Ja, jobb klikkel rakja fel a fákját, értem. Oké. Okay. Jó, hát így lehetne itt légis lépcsőházat gyártanom. Nem is lenne hülyeség egyébként. Megnézzük, hogy tudok-e csinálni itt gyorsan hirtelen sok lépcsőt. Hát is van anyag nálam. Ebből a kövekből lehet. Itt lett rögtön egy csomó ilyen. Ebből is kijött egy pár. Hát szerintem ez már nagyjából kb. Elég is ám. 24, 64. Jó, még egy adagot csináljunk így ezt, akkor ez már biztos, hogy jó lesz. Ennek pont egy lépcső. Ahogy, 4 darab. Nagyszerű. Hát akkor lépcsőházat csinálunk, nincs mit tenni. A belmagasság az legyen azért ennél kicsit korrektabb. Így, né? Menjünk hármason. Jobb szeretem. Nem olyan nyomasztó. Itt is mehet azzal. Jó. Nem tudom, hogy hogyan menjünk hármasával, fölfele így, hármat úgy, legyen úgy. Jó. Azt mondja, hogy egy lépcső, még egy lépcső. Meg ilyen rakjunk követ, mert ne spanoljanak oda a népek. Jó. Fejteret is kiszedjük.
A lépcső indulásnál három amizére rakok egy ilyet, az sose árt. Jó, forduló az ilyen ekkora lesz. Ó, egy kis szén. Fordulóba is rakunk egy fákját így. Egy, kettő. Milyen hang volt ez? Ezt hányszor hallottam már, és nem tudom hova tenni ezt a hangot. Na, szedjük ki a szenet, ha már itt vagyunk. Hoppá, hoppá, bocsász. Itt akkor rakunk le ilyen izét. Aha, itt lesz a bejárat. Jó, akkor itt viszont csinálunk egy olyat, hogy ha már tudom, hogy itt a bejárat, akkor itt csináljuk meg úgy. Na, itt a bejárat, jó. Ide rakunk egy ilyen földblokkos megoldást, ja. Ja, ezt meg befalazzuk. Megkiszedjük alkalmasint. Jó, ott is egy lyuk van, azt is megoldjuk. Ja. Hát talán nem lesz gond, meglátjuk. Itt lehet, hogy a barlang az be fog figyelni. Meglátjuk mindjárt. Így megy fölfele az út. Hát itt még kénytelen vagyok kiszedni földet, vagy izé cuccot, talán. Ja, ez még jónak tűnik. Itt lehet lépcsőzni. Egy-egy. Kettő-kettő. Ezt itt befalazzuk, szerintem az nem kell, hogy ott nyitott legyen. Így van. Tégedet ki kell szedjelek. Ja, ezt nem osszuk meg. Oké, meg ez se nagyon. Jó. Hát ez még lejöhet téged. Az meg már ott nem jó, ja. De ezt viszont, ja, mindegy, ezt itt lefalaszhatjuk, az nem kell. Nem mérvadó. Itt viszont akkor csinálunk egy befele utat. Jó. Ide egy fákja. Hogy. Ja. Azt mondja, hogy ide mehet az egyik lépcső, az már biztos, ja. Oké. Ide meg a következő lépcső. Azon gondolkodok, hogy... Megint kezd este lenni? Nem, még nem kezd este lenni. Nem fákja, hanem... Kell még csinálnom gyorsan csákját, vagy csákáj. Csákányt. Azon gondolkodtam éppen. Ja, egyet tudok is. Hát valameddig eljutottam, nem túl messzire egyébként. Szerintem ide is nyugodtan rakhatok egy fákját. Jaj, de mindig elfelejtem ezt, hogy működik. Nem, nincs sem a kezembe, akkor fákját rak, az biztos. Ja. Ott is egyet, így. Így a biztos. Na. Koppogassunk. Kop, kop. Kop, 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 kop. Na, ide biztos, hogy ilyen kell, és akkor ide mehet ez, meg ez. Ja. Szerintem ezt kiüthetem. Ott is, ahogy így csináltam meg, ja, itt mindig ilyen dupla van. Oké. Okay. Ezt itt kiütjük. Akkor errefele kettőt megyünk el. Na tessék, ott is egy lyuk. De összességében azért szerencsém van, azt kell, hogy mondjam. Jót ez a hang. Leraktam valamit, de furcsa hang volt. Mindegy. Menjünk erre. Na, ott jó nagy lyukak vannak, de szerencsém van megint egyébként. Mert... Azt be tudom falazni. Ezt lerakjuk. Jó. Mik vannak itt? Hadd rakom le a fákjámat valahova. Egy oda. Nem tudok fákját lerakni? Nem, ez valamit csinál ez a... De ez nem warpontot lak le, ugye? Remélem nem.
Fú, ez lehet, hogy az volt. Ez a vigyáznom kell, meg kell néznem. Remélem nem rak le ilyen homokat, meg ilyeneket. Na gyorsan keressünk valami olyan opciót, hogy le tudjak rakni egy fáklyát. Mondjuk F-fel oda. Ú, mennyi minden van itt is. De hogy bemegyek mindenképpen, ez egy jó helynek tűnik. Jó, ezt lezárjuk, ezt az ülést. Oké. Jó, hát itt hagyunk egy ilyen kis nyílást, itt lehet kukucskálni egyelőre. Rakunk bele egy ilyet. Ne, jól néz ki. Ja, szuper. Jobb, hiány nincs üvegem, úgyhogy marad ez a módszer. Oké, na hát akkor folytassuk. Eddig szerencsém van, mert nagyon nem futottam bele olyan helybe, hogy ne tudjak tovább lépni. Hopp, ez elkapott, de van még. Ezt még megcsináljuk, hogy fölmenjek ezzel a lépcsőrendszerrel, hogy ez összejöjjön. És ha az megvan, akkor tényleg akkor abba fejezem. Mára. Hát ezt kiszedjük, aztán valami lesz majd. Sok szén az nem árt. Sőt, ezt vissza fogom tömködni, és akkor nagy bajt nem csináltam alapon. Ezt is jó. Ojaj. Legyen akkor így. Másik kezembe meg egy kis fém. Na, most jó. Most kiszedtünk mindent. Akkor rakjuk vissza. Szépen. Teljesen, mert itt lehet, hogy a lépcsőzés majd zavarni fogja, úgyhogy ezt most megcsináljuk jól. Mert itt ezt a részt ugyanúgy ki kell ütögetnem majd szerintem, de egyelőre befalazzuk, hogy ne zavarjon itt minket. Oké. Kb. Így jók vagyunk. Hát ezt ki is üthetem még, ez nem kell ide. Jó, és akkor ide mehetnek a kis lépcsőim. 1-2, 1-2, oké. Itt ütögetünk. Nem tudom, az mit állít ez a cucc, de azt lerakom majd lent is, mert attól tartok, elállítottam a warp pontomat általa. De talán nem. Azt mondja F, és akkor ide rakunk egy fákját, az biztos. F, ugye beljebb megyünk. Megcsináljuk ezt a felét. F, és oda is egy fákja, jó. Alakul a följáró, alakul a feljáró. Szerintem tök jó lesz ez. Ezt mindenképp ki kell ütni. Ott lesz a következő. Meg ott a következő lépcsőfok, így. Oké, na rakjuk be a lépcsőfokot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, azt már láttam, hogy ezt is ki kell ütnem. Itt nem fér fel a fejem. Hát minél följebb jutunk, annál kisebb az esély, hogy itt is barlangok lesznek. Vagy hát van esély rá, mert fönt is volt egy, közvetlenül a izébe. Közvetlenül a, mi az, ahol a spawner terület van, ott is volt egy. Úgyhogy ilyen szerintem nem sok szerencsém van, de összességében meg szerencsém van, mert azért ez a lépcsőrendszer is el tudtam tök jól kerülni az egészet. Most ezt nem tudom, hogy csinálom, de most meg eltalálom mindig a jobb klik, bal klik kombót. Jó, itt a következő, és akkor ott meg a, az a következő lépcsőfokja. Be is rakom oda belőle egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot. Alaszolunk fölfele, ahogy kell. Megint följebb vagyunk egyel, szuper. Jó. Akkor bemegyünk kettőt. Ha minden jól megy, nem fog bemenni a spawner részbe, ha jól számoltam. Persze
simán lehet, hogy elszámoltam, eddig ezt a lépcsőrendszert, amikor csinálgattam, vagy ehhez hasonlót, akkor mindig azért sikerült belefúrnom a már meglévő rendszerembe, vagy hát beleírnem, ahogy megyek fölfele, de talán most szerencsém lesz, aztán nem történik ilyen malőr. Jó, ez egyelőre jó, itt lerakjuk a lépcsőket. Így van, ez nagyon király lett. Királyul leraktam, de jó, alulra kell célozni, és akkor talán nem fél fel a fejem már megint ettől. Jó, azt hiszem itt ezt is le kell szednem, meg azt. Ez meg gránit, ha jól látom. Azt nem is kellett volna, de azt még le kell. Így. Meg ez vissza, örülök, hogy ott egyenes legyen a fal, szuper. És akkor kettőt bemegyünk. Az itten barlang, de csak simán sötét volt, jó van. Oké. Mehetünk tovább. Nem tudom, hol járunk egyébként magasságügyileg. De sokat haladtam. Mindenképpen jól haladunk, szerintem. Eddig jó. Azt is, jó. Így le tudjuk rakni a lépcsőket kényelmesen. Az összeset, szuper. Ez nem jött össze, itt a fejemnél. Ojoj, és megint baj van, mert kéne csinálnom csákányt, és nincsen kis asztalom, még fémem se nagyon. Jó, mindegy. Kis asztalt tudok csinálni, hát meg hagyományos csákányt azt tudok gyártani. Nem az igazi, de hát jobb hiány, ugye, az lesz a megoldás. Itt miért van ilyen föld? Közel lehetek a felső taktushoz már. Lehet, lehetséges egyébként. Na mindegy, meglátjuk, előbb-utóbb kiérek. Akkor még már lapátolni kell úgyis, úgyhogy az jó lesz. Jó, menjünk erre akkor még kettőt. Izgalmas. Hova lyukadok ki? Itt is ilyen lapátolni való. Nem mindegy, ezt nem ezzel kéne. Jó. Mindegy, mivel csak ne azzal. Oké. Okay. Jó, azt viszont ezzel kiszedjük, hogy berakom a kis lépcsőimet. Nagyszerű. És mehet megint a kopácsolás. Hopp, ez ennyi volt, szuper. Akkor jöhet a kis barkács. Ilyen az asztalka. Egyet csináltam lentre is, de akkor lesz egy itt is, nem probléma. Egy csákány, meg akkor csinálunk még egyet is. Nehogy gond legyen. Nem andezitből, mert annak semmi értelme, hanem legyen 1-2-H. Na most aztán lesz csákányom. Jó, meg szerintem elviszem a barátunkat is. Szétverjük. Egy. A rendben. Hát egy kicsit lassabb, de annyira nem vészesebb, viszont ezt nem kell kimélnem, ezt nyugodtan üthetem vele a földet is. Jó, megint haladtunk egy kicsit. Nem tudom, milyen magasságban lehetünk. Na, ez viszont már használjunk egy kicsit lapátot is. Ha már van nekünk olyanunk. Kivesszük azt is, mert kicseréljük. Elvileg nem olyan soká bele kéne fussak a... Bele kéne, hogy fussak az úzottkő falakba is majd itt a végén. Az lesz az ideális, mert akkor közel kerülünk tényleg ezéhez a... Na, hol vannak? Ja, kettő fákján van már csak azt a mindenit. Ez nem tudom, hogy történt. Jó, legyen akkor így. Jó, szerencsére itt tudok csinálni. Jó, hát lett is fákjám, ahogy kell. Szuper. Nem. F. Azt mondja, azt pont nem kell volna kiütni. Na mindegy, nem érdekes. Össze-vissza.
ügyködök most éppen. Lerakjuk a követ, vagy a egyet, kettőt. Így szoktam, nem? Kb. Gondolom. Ezt kiütjük még, ez nem kell, meg ez se. Az se, és az se talán. Ide mögéje mehet a ez, erre mehet ez. Ide ütés. Ezeket meg szintén kiütjük, így van. Jó. És visszafele meg ezt ütjük ki. Hát én már úgy gondolom, közel lehetünk a felszínhez. Nem lehetek már túl messze. Szépen haladok. Most már fölérünk. Most valamiért működött ez a része is a dolgoknak. Na itt ezt kicseréljük. Hol a lámpásom? Most vagy kitavaszodott megint. Eltelt egy nap. Simán lehet. Ó, disznóhangokat hallottam. Ez azt jelenti, hogy közel vagyok a felszínhez. Ez jó. Hallottam egy disznóhangot. Vagy leesett a disznó is. Följutott. Nem, ez most tényleg közel van. Közeli disznóhangok. És föld a látható arra. Ó, így jók vagyunk. Jó, de berakjuk a kis ezt. Így rakunk egy fákját. Nem tudom, hogy csinálom. Van, amikor azt csináljuk, hogy gondolok, tehát lerakja. Van, amikor meg nem. Várjunk csak, ezt sose szoktam letörölni, ezt a, az marad itt mindig ez a kettő. Akkor azt itt hagyom. Ezen a szinten is. Na, jöjjöni. Ezt viszont kiszedjük mindenképp. Na, itt viszont földblokkok vannak. Azt kiszedjük, kicseréljük ki erre, ahogy téged is. Jó, téged is. Jó, most egyelőre ezeket a földblokkokat nem bántom, mert szerintem lassan ugye fölérek. És majd a végén rendbe rakom a lejárót. Még egy. Itt valószínűleg ásás lesz úgyis. Azt mondja F. Nagyon közel vannak a disznó hangok, úgyhogy itt valami le. Na, az ott mi a retek? És miért? Homok. Gyanús ez nekem. Hogy jövök én föl? Nehogy vízbe jöjjek föl. Följetek vízbe? Föl, simán följetek vízbe. Na, az szép lesz. Az szép lesz, ha vízbe jövök föl. Főleg, hogy itt lehömpölyög a víz, és nekem összeszedi itt a gyertyáimat, vagy a fákjáimat. Na mindegy. Figyelni fogom a dolgokat, hogy hogyan csöpög itt a vízbe fele, vagy ilyesmi. De itt még nem csöpög, az biztos. A homok aggasztó viszont az ilyen tengerparton szokott lenni, vagy ilyen tóparton, úgyhogy az gyanuska kicsit. A föld az viszont érdekes, ott meg már megfűesedett, úgyhogy itt közel lehetünk. Hát nem hullott be a víz a nyakamba. Totál napsütés van egyébként, azt írja itt a kis óra. Ide raktam fákját, jó, oké. Okay. Téged kiütünk, meg téged is. Jó, hát jobb hiány, ezt is ki kell, hopp, és bejött a víz. És eldugaszoltam, és ömlik lefele. Hát nézzük, hova megy. Talán nem viszi el a dolgokat, hanem eltűnik. Nem, fákjákat nem bántotta, úgy néz ki. Na, lefutok meg vissza. Aztán csak eltűnik a víz. Meg irá ide befolyt. Ide meg nem jutott messzire. Ó, de ez itt maradt. Nem jó. Nem jó a szívás. Most tök macerás lesz fölmásznom. Nem eltűnt, jó. Lefolyt azért. Na most akkor egy újra tervezés. Nagyon gyorsan újra tervezés. Ki kell találnom, hogy kerítem ott el a vizet, de azt vízmentesítenem kell azt a részt mindenképp. Ja, mondjuk ez benne volt a pakliba, hogy vízbe jövök ki, az a baj. És nem látom, hogy hol vagyok pontosan, de azt csináljuk, hogy lezárjuk ezt a területet. Lezárjuk ezt a területet. Úgy, hogy itt, így.
És akkor itt kimegyek szépen. Oké. Okay. Jó, hát ez nem olyan nagyon gáz. Nem olyan nagyon gázos, itt ezt lezárjuk. Ahogy mi. És akkor ennyi. Ennyi. Nagyjából ennyi a dolog, itt le lehet már jönni meg föl, szerintem. Ezt meg tudjuk oldani. Így, mi. Ahogy. Cool. Ja, ebből kell valami lépcsőházat csinálnom, gyorsan. De ez nem vészes. Azt mondja, ezt kiütjük, meg ezt. Meg ezt is, jó. Oké, okay, eddig jó. Ide mehet a lépcső. Szerintem ide is mehet a lépcső, meg ide is mehet a lépcső, ja. Ez így jó lesz, itt is kap egy ilyen földecskét. Egy-mi. Szuper. Szuper, ezt itt letüntetjük. Hogy... Nagyon jó. Itt van egy lejáró, viszont csinálunk rá valami kis házikó jelleget ide. Hát nem nagyot, egy ilyen kis pirinyót. Erre valami ajtót kéne majd rakni. Mondjuk így. Ide rakunk ilyen küszöböt. Ez ilyen kis ezéből lesz megoldva, ebből megoldjuk. Nem tudom, hogy hol kéne befordulni. Itt be lehet már fordulni, ha itt csinálom meg. Ez lenne az ideális méret számomra, legalábbis. Nagy. Na, le lehet itt szaladni le, nagyszerű. Jó, ide ezt itt megszüntetjük. Ujjjjj. Jó, szuper. Ezeket kiváltom, mert ez olyan csúnya itt. Akkor legyen ez már ilyen végleges féle. Ez. Ebből szerencsére sok van, az uzott kőből, úgyhogy ez így korrekt. Oda hozok üveget, és akkor itt ez a szolgálati lejárom lesz egyelőre, aztán majd ezt kiváltjuk valami mással. Jó. Csánk egy kis helyet a... Ó, nézd már, agyag. Nincs helyem, király. Ó. És akkor mit tudok itt feláldozni? Hadd nézzem. Hát sok mindent nem. Pedig az agyag az jó jönne. Eldobjuk az órát, abban van egy csomó. Például. Szerintem az nem nagy veszteség, ha minden igaz. Már homokot sem tudtam fölvenni. Oké. Okay. Jó. Ezt kicserélgettem, lehet, hogy el is fogy a 18 ilyenem. Hát lehet, hogy ennyi volt csak. Itt már, ja, itt egy van még, oké. Okay. Hát, lehet, hogy ezt kiütöm inkább így. Jaj, jobb. Hogy és úgy. Ó, még itt van egy csomó. Ó, most vettem észre. És ezek is ilyen vízgyanúsak. Itt-ott, igen, vigyázni kell. Itt is be akar. Hopp, 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 hopp. Megvan még a vekker, megvan. Pösszük a vekkert. Sőt, ide le is csapjuk a vekkert, mint hogyha itt lenne a... Nem tudom, mi történt, de... Nem ezt akartam. Azt mondjuk, hogy F. Miért rakod oda ezt a nyomvat követ? Barátom. De szívas. Na, cseréljük ki lapátra és egy ilyenre. Na, így most csak ezt rakta oda, oké. Okay. De kivette a cuccot innen. Jó, mindegy. Most mivel, miért lett este? Az előbb még nem volt este, most meg hirtelen este lett. Lehet, hogy én idézem elő ezzel az órával, nem tudom. Nem tudom, mi történik. Nem értem. Ezt majd meg kell kérdeznem, hogy mit csinál ez az óra, mert... Valamit csinál, de nem értem, hogy mit. Na. Mi van, malac? Megnézted itt a dolgokat? Menjél, essél bele, aztán meg lesz a bajod.
nem ez, hanem F. Na szedjünk ilyet, ez nem baj, ha van. Oké, okay, innen is kiszedjük. Na, Franco, befolyt a víz. Jó, ezt ügyesen csináltam. Főleg így. Korrekt. Erünk hozzá ki innen, barátom. Jó, akkor kiássuk magunkat jobb hiány, nem tudok csinálni. Oké. Okay. Ezt így csináljuk meg, hogy ezt itt kiásson végig. Jak döglök? Hoppá, nem, nem döglök azért meg, jó. Kicseréljük izére földre. Ezt itt leföldeljük. Oké. Okay. Az is kellett rá egy nyomvat fákja egyébként, tényleg az szükséges volt. Jó. Nem is tudom, hogy tudtam oda fákját rakni víz alá. Na mindegy. Nem is akarom nagyon megérteni. Oké. Okay. Jó. Szerintem ezt be is dolgozhatjuk, itt már több teendőm nem igen van. Jó, ennyi. Ennyi ez így. Jó, itt akkor kicserélgetjük még ezeket a dolgokat. Igen, ezek ilyen vizes dolgok, úgyhogy itt óvatosnak kell lenni. Jó. Nem tudom, ezek milyenek. Szerintem ezt így zárjuk le, így, és ezt ki lehet cserélni talán. Ja. Oké. Okay. Jó, szerintem most mindenhol kicseréltem jól. Oda még rakok egy fákját. Itt legyen, meg ott is legyen egy, ott meg már van. Oké. Okay. Itt fönt meg, hát egyet oda rakunk az ajtóba, meg egyet ide. Ja, így, így jó. Vagy úgy. Hát így elég. Oké, okay. Meg ide akkor az ajtóba még kettőt, és akkor ez királyul néz ki így. Na, itt van egy lyuk, azt befedjük Frankon. Oké, okay. Az maradhat, ezt nem bántjuk. Jó. Ja, hát ez ilyen kis érdekes kis bódé. Befedem és kap majd egy tetőt. Azt mondja F. Nagyon jó. Ennél jobban nem kell ezt megoldani. Ez itt teljesen korrekt. Tetejére fölmászok azért. Most egyelőre nem csinálok neki. Nem csinálok neki fatetőt szerintem. Hozok rá, hozok üveget bele. Annyit esetleg megoldunk, azt szerintem van itthon valahol. Talán itt tartom az üveget. Ja. Az viszek valamennyit. Oké. Okay. Lepakolunk. Ebből se kell szerintem ilyen sok. Az se, 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 se. Tizet az visszavesszük. Hogy. Andezit az mehet oda. Az van olyanom, ja. Agyagot ide rakjuk, az viszont jó, hogy lett. Olyanom nem volt. Pont 64 agyagom lett, király. Valamennyi ilyen izét veszünk magunkhoz. Vasat. Meg rakok be még a, ide. Az égetőbe. Itt van 21 darab vas. Abba, tudom én, kettő szénnel biztos, hogy... De nem az a 16. Akkor így 24 kiég, akkor így már jók vagyunk. Ja, mehetünk. Üveget vittem. Hát nem tudom, fa. Fatető, van itt fatető, de olyan sok fám nincs. A tetőt azt majd később csináljuk meg. Ja. Viszünk még ajtót. Hajjá, csak ilyen, ilyenből ez jól néz ki. Egy, kettő, oké. Okay. Ja, az jó lesz. Azt kész. Kap egy ilyen ajtót. Hova tegyen, belőle, kívülre? Az lehet itt kívül szerintem nyugodtan. Jó kis ilyen pince feelingje van, ez teljesen korrekt. Ezt kiszedjük. És az a üvegeket még bepakolászom.
egyet oda, oda hátra is, meg ide is, és akkor itt teljesen jó lett ez a kis lejárat. Jó. Oké. Jó, hát itt most ez elég durva. Ez elég durva, ez a magasság itt. Tegyek rá addig ilyet. Ja, teszek rá egy kis ilyet. Fény ez bemegy. Más meg nem igen, de nem is baj. Jó. Jó, ezeket a lyukakat még nem fogom befedni, talán nem esnek be ezek az állatok, vagy hát majd megoldják. Oké, viszont most egyelőre akkor ennyi lenne a mai móka. Megnézem a varpomat. Azt mondja, hogy én. Ó, jó helyre varpoltam, szuper. Jó, hát akkor itt is maradok egyelőre, itt tesztek jó. Itt a házikom, meg minden látszik. Csinálunk egyik is emelvényt, és akkor innen búcsúzom el a mai epizóddal. Jobban rálátunk a házamra. Ja, így. Ez teljesen korrekt. Tegyük már ezt el a mancsomat. Így, és akkor itt meg a semmit fogom, az a legjobb. Vagy az üveget? Az üveget még jobb. Ja, így. Oké. Okay. Mi a kisebb, ugye? Fáki a legkisebb dolog, így, amit lehet fogni. Oké. Okay. Jó van, akkor köszönöm a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok. Mai részben megcsináltuk a spawnert nagyjából. A következő epizódban még egy kicsit bíbelődök vele, de az már csak a mechanikai része lesz neki. Töltsérek, ládák, meg beüzemeljük. Aztán itt fölötte, ahol látjátok ezt a nagy üres placot, ott meg valami bekezdek, lehet, hogy ültetek valami növény, ilyen búzát, ilyesmit, amivel tudok foglalatoskodni, és akkor fölötte mindig van az aratás, meg egyéb dolgaim, és akkor elvileg, amíg ott fölötte tevékenykedek, addig mindig lesz mob spannolása azokon a területeken, ahol kell nekik spannolni. Jó van. Ja, már ennyi, úgyis most már elmúlt egy óra is itt a valós időben, és körülbelül szerda lesz a napja, amikor ez kint lesz ez a videó. És akkor utána pedig jövök vissza hamarosan. Hát egyéb Minecraft tartalommal is a csatornán, meg hát ezzel a sorozattal is. Sziasztok!